szép vagy, Rami. Még szebb, mint én. A stúdióban Virág, Szonya, Bozont és Bárni, szevasztok. A zene világnapját ünnepeljük éppen globális értelemben, hiszen 75 óta Yehudi Menuhinnak köszönhetően, akinek javaslatára a mai napot a zene világnapjának választották, hát szinte mindenki a kerek földön megünnepi ezt a mai napot. És ha jól tudom, akkor Máté Péter énekelte azt annól, hogy zene nélkül mit érek én, vagy valami hasonlót. Hát fiatalok, azt kell mondjam, hogy gondolom, ti sem lennétek senkik zene nélkül. Engem az érdekel, ez a mai nap számodokra ez tényleg így mit jelent? Először a hölgyeket faggatnám, Virág, hát vagy Szonya. Én is. Hát szerintem a zene abszolút minden. Mivel hát énekes is vagyok, szerintem ez egy olyan dolog, ami mindent körbefoglal. Tehát én nem tudok zene nélkül meglenni, általánosságban sem. Tehát volt régen még, hogyha aludtam is zenét hallgattam közben. Tehát nekem ez egy ilyen alapvető dolog. Egész kiskorom óta vagyok benne. Színházakban énekeltem, játszottam, és már ott 7 éves korom óta folyamatosan, úgyhogy... Emlékszel még te, Szonya, az első dalra, ami megragadt? Téged? Igen, 3 évesen próbáltam énekelni a Fornon Blondstól a WhatsAppot, még nagyon pici voltam, és nem ment. Jöttél meg ilyen fiatal vagy, akkor matekoznom kell, akkor nagyon fiatal vagy még, tényleg. De tényleg, igen, és azóta anyukám mindig mondta, tényleg? Hogy énekelgessek, és énekelgetem. Bocsánat, nekem addig közben akkor el kell menjek a gitáromért, mert a Fornon Blond című dalt, az pont vágom gitáron, és örülnék, hogyha Szonya becsodlakozna, közben Virágot faggatom, akkor kérdezem őt, hogy Virág, neked ez a mai nap, ez egy tényleg így? Hát ez a mai nap, ez szentimentálisan. Megmondom őszintén, hogy nem különlegesebb, mint a többi. Mivel szerintem egy zenésznek, meg egy énekesnek minden nap zenevilágnak. Ez nem jó, mert tök jókat mondtok, és akkor nekünk mi marad? Azért jó, hogy a lányokat előnek. Szóval minden nap egyformán zenére szól szerintem. Ki tudja még? Na, akkor énekeljünk! There's a big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of his brotherhood of men. Na innen folytatjuk, hogy lesz egy karaoke műsor is ma a mai nap folyamán, hiszen készítünk egy élő karaoke showval nektek, hamarosan bele fog majd csapni. Bozont, Bárni, nektek a zene az alapvetően mi volt a meghatározó az életetekben? Hát nekem ilyen viszonylag későn kezdett ahhoz képest, tehát hogy átlagban ez mikor szokott kialakulni az életben. Hát nekem ilyen, nem tudom, ilyen 15-16 éves koromban esett be először, és akkor hát ilyen embertelen metállal kezdődött minden, és akkor ilyen szép apránként így... Ki hatott rád akkor ilyen fiatalon, melyik zenekar, vagy melyik előadó? Nem is tudom igazából akkor, tehát nagyon szeretem a Limp Bizkitet például, tehát őket például nagyon csíptem, de nem ilyen zenében mozogtam, hanem tényleg, tehát az ilyen System of a Down jellegre próbáltunk hajazni, ami hát több-kevesebb sikeres sikerült, inkább kevesebbel, úgyhogy ők lehettek, akik igazából így meghatározók voltak akkor. Igen. Bárni? Hát kb. Nekem is általános iskola első osztályától kezdve van meg ez, ugyanis akkor is képzeld el, hogy az énektanárom már fenyegetett, hogyha nem megyek el énekkar és nem leszek énekkartag, akkor nem kapom meg évvégén az ötöst, és én végigjártam a golyóval az énekkart elsőtől a 8. osztályig azért, hogy ötöst kapjak. Utána pedig jöttek... Megbuktál ugye... végül is? Nem, nem buktam, meg sikerült. Azért. Nem, összejött végül. Ugye az nehezen, ötös meg a megbukás, van egy pár jegy különbség. Igen, igen. Utána jöttek, tudod, ezek a házi buli, jött a gördeszkázás időszak, és akkor jöttek, akkoriban robbantak be ez a pop punk rock, ez a Blink 182, ez a Green Day, ezek a bandák, és azok voltak igazán nagy hatással a mi zenekarunkra, illetve Hát alapvetően ma a zenét ünnepeljük, de azért a magyar zenészek elég sok nehézséggel találkoznak nap, mint nap. Nektek, srácok, urak, mi a legkomolyabb nehézség itt a zenei palettán, hogy az ember életben maradjon? Hát itt szerintem ez nagyon sok mindenből áll össze, tehát nyilván nem elég ahhoz, hogy az embernek van valaki a háttérben, aki segít, tehát ugyanúgy oda kell tennie magát, és ez szerintem az energiákat is elég erőteljesen igénybe veszi, meg úgy egyébként is, tehát folyamatosan megújulni és kitalálni, hogy mi az, ami jó az embereknek, és mi az, amivel tudunk adni nekik, ez szerintem ez egyik legnagyobb nehézsége. Nektek ugye a Superhero-val teljesen más a koncepció, mint az Időszállal, vagy teljesen más zenekarral, hiszen ti egy online, egy közösség által verbáldott zenekar vagytok. Mennyivel könnyebb nektek fennmaradni, és mennyivel nehezebb fennmaradni itt a
poppiacon? Hát igazság szerint erre csak azt tudom mondani, hogy ez addig lesz életképes, és addig tud működni, amíg az emberek érdeklődnek ez az újdonság és ez a jó pofa dolog iránt, mert tényleg azt lehet mondani, hogy egy tök jó pofa dolog ez, hogy tényleg mindent a legelejétől kezdve a legvégéig mindent ők döntenek el, és nyilván amíg van érdeklődés, és amíg szeretnének beleszólni a dolgokba, addig van ennek foganatja. Aztán az, hogy ez meddig marad, vagy meddig nem, azt majd úgyis a drága közönség eldönti. Aha. Jó, ugye mondtam, előbb mondottam volt, hogy hamarosan belecsapunk a mai karaoke show-ba, amikor mind a négy énekes, vagyis ti fogjátok majd megcsillogtatni énektudási kvalitásotokat. Engem az érdekel még, hogy készte valaki duettel, vagy mindenki szólóba fogja majd tolni itt a mai napon. Én bevallom, nem készültem duettel. Senki nem készült? Nem, szerintem lehet ez valami laza dolog is, hogy más is beszállhat. Mondjuk azért laza? Az kötetlen lenne. Ja, abszolút, igen. Tehát nem ez a... Hozzak egy rekesz italt? Valami rekesz italt akkor behozott. Jó, rendben, oké, igazából zsűrizés nem lesz, ez egy jó hangulatú dolognak kell majd lennie, úgyhogy remélem ez is lesz. Úgyhogy mindenkinek majd kiválasztunk egy nótát. Igen, azért mondom, hogy kicsit lazuljunk el, mindenki lazuljon a képernyők előtt. Hamarosan majd mondom, tényleg a két pasi és a két nő belecsapunk a mai karaoke show-ba. Itt a Zene Világnapján interaktívban pár perc és jövünk vissza. Nagyon jó! Köszönjük szépen Szonyának! Én köszönöm a lehetőséget. Hát azt kell mondjam, hogy közben Barni megtanult a számot is, ha csak tanulná. Szóval, akinek van kedve karaokezni, essen már be a stúdióban nyugodtan, tehát aki pont erre jár, Budapesten van a 11. kerületben, nyugodtan essen be hozzánk. A két hölgy megmutatta, hogy mit tud, vagy éppen mit nem tud, de inkább előbb mit, azért nem volt rossz. Úgyhogy van még két borítékunk a két úriember számára, úgyhogy a Bozont a sor rajtad van, hogy akkor valamit. Én ezt a jó zöldet így. Már az elején kinéztem magamnak. Szóval egy jó Whitney Houston, remélem. Nem. Igazából szól, azt tudom, ez a csellengőknek a muzsikája. Ja, az igen, az is jó régi dolmóta. Soul Asylum. Oké, okay, akkor azt most meg lehet érekelni. Bárpulton, vagy bárszéken. Bárhogy. 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 Figyelj, kapsz egy ilyet, hát ha az úgy neked így hangulatosabb, akkor jó? Jó, és akkor tegyük az asztalra? Persze, te eldudom magadnak, és akkor így mondjuk lazán nyugodtan. Elviselő lehettétek. A lányok az elsőség. Na. Akkor hallgassuk Maestro, gyerünk a Maltert! Back, wrong way on a one-way track.
most már elviszem a cicének el. Én még nem. Itt az élő bizonyíték erre. Virág és Barni gitár szóló lesz. For the runaway train, like a madman laughing at the rain. A little off touch, a little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my way. És a bozontos, a szuperhíró frontembere, ó igen, ez igen, köszönjük szépen. A műsor támogatója a Nivea Angel Star és Menergy.